Gratulálunk ez a fantasztikus győzelemhez. Volt-e valami más az elmúlt héten, amit máshogy edzettetek, máshogy készültetek az elmúlt időszak sikertelen mérkőzése után? Köszönjük szépen. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ebbe az osztályba nyerni tudjunk, ahhoz nem elsősorban másfajta vagy másféle edzés módszer kell, hanem bele kell tenni olyan külső tényező által nem ismert dolgokat, mint például a szív és a lélek. És hogyha ez benne van, ez már nagyon sok mérkőzésen, én úgy gondolom, hogy át tud minket lendíteni azon a holtponton, ami eredményességhez vagy eredményhez vezethet minket. Ennyire tudtad nyugodtan követni az első fél időt, ott ugye Andornak Tejnek szinte helyzetese volt, a halászi csapatnak még a gólokon kívül legalább 3-4 helyzet volt, ami szinte 100%-os helyzet volt. Számoltál arra, hogy ilyen jó meccs lesz a végén? Megmondom őszintén, hogy az első fél idő elején nyugodtabb, vagy az első fél idő végéig teljesen nyugodt voltam, hiszen látszott a csapaton az az akarat és az a fölény, amit tudtunk végig dominálni az első fél időben. Én inkább a fél időben voltam, inkább azt lehet mondani, hogy a fél időben voltam talán valamennyivel úgymond megijedve, mert láttam a srácokon is, hogy nagyon megültek. És a fél időben is próbáltam nekiket elmondani, hogy nem szabad megülnünk 3-0-nál, mert ez egy nagyon veszélyes eredmény. 1-0, 2-0, 3-0, ez egy olyan veszélyes eredmény a labdarúgásban, amiből bárhonnan bárki fel tud állni. És próbáltam őket felhúzni, próbáltam őket arra ösztökélni, hogy a védekezéssel foglalkozzanak az első fél idő elején. Ebből megint az lett, hogy nem telt el egy perc, és gólt kaptunk belőle. Tehát megint a forgatókönyvünk a múlt hetihez képest ugyanúgy alakult. Jött a kiállítás, és azért hosszú időszakra visszanézve én azt nézem, hogy a halászi csapatnak egy nagy hátránya ez, hogy kiállítás van, és nem az, hogy emberelőnyben játszunk, hanem még szinte magunkra húzzuk az ellenfelet. És egész odáig, amíg Sőregizait ki nem állították, szinte egyenrangú volt az ellenfél is, és azért jöttek a gólok az ellenfél részéről is. Aztán a vége, bár simának tűnik a 4-2, de aztán elég izgalmas lett a végén. Igen, elég izgalmas lett. Én úgy gondolom, hogy a labdarúgásban egy ellenfél által kiállított labda, kiállított játékos csak is azt a csapatot tudja felhozni, akik erre képesek, akik ezt képesek felfogni, hogy egy létszám fölényben vannak. Most mi sajnos még nem tartunk ott, hogy ebből tudjunk dominálni, de hogyha el tudunk jutni arra a szintre, hogy ki tudjuk használni a létszám fölényes helyzeteinket, akkor sokkal több gólt fogunk rúgni. Habár nem hinném, hogy az Andornak Tájai csapatból az, hogy kiállítottak egyet, vagy tőlünk kiállítottak egyet, az bármit is befolyásolt volna a mérkőzés kimenetelében, mert az egész mérkőzésen keresztül úgy tudtunk dominálni, ahogy azt a csapattól, hála jó Istennek, már rég láttuk és elvártuk. Sőregi Zoli kiválása mennyire lesz hátrány a következő héten? Hát Sőregi Zoli sajnos rotációs rendszerbe gondolja ezt a fél évet, tehát 7 forduló alatt harmadjára van kiállítva. Itt valószínűleg ő nála már teljesen más jellegű probléma lehet, valahogy nem tudja feldolgozni a belső negatív, apró pici kutarcokat, és ezáltal erre agresszióval szokott általában vagy dumával visszacsapni. Nagyon nagy hátrány és nagyon nagy hiány az ő játéka, hogyha nincsen fent, de sajnos ezt őnek is be kell látnia, hogy így nincs a csapat hasznára, hanem most inkább ellenünk dolgozik ezzel a kiállításával, mert jövő héten tudtunk volna ebből a szériából tovább menni, és onnan megint hiányozni fog. Fülöp Viktor hosszú idő után újrakezdő volt. Elég jól mozgott a pályán, elképzelhető, hogy akkor most már teljesen rendbe jött a lába is, és úgy tud mozogni, ahogy az előtt? Igen, én úgy gondolom, hogy Fülöp Viktor visszatérése óriási segítséget nyújt a támadójátékunkba. A Viktor már szeretett volna korábban is több játék lehetőséget kapni, csak sajnos maga a pihentetési időszak és az, hogy fel tudjuk zárkóztatni őt, az idő kellett, nem lehetett sietetni, mert sajnos már jártunk út a Nagy Gabi személyében és a Osváth Krisztián személyében is, hogy próbáltuk sietetni a játékos felgyógyulását és hosszabb távú kidőrését belőle. Ebbe a szituációban Viktornál nem szerettem volna beleesni, ezért is váratott a játéka, de így, hogy már kész a játékos és fizikálisan és előbb-utóbb fogja magát érni, így már hál' Istennek a csapat nagyon nagy hasznára van. Mire számítasz a következő mérkőzésen Pétervására idegenben? Jövő héten megyünk Pétervására, ahol ez az Andorra tehet volt nyerni. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés vár ránk idegenben. Ráadásul ugye nekünk maga az, hogy idegen, az már eleve egy negatív tényező. Nagyon szeretünk itthon játszani a saját közönségünk előtt. Bízunk abba, hogy a közönségünk is el fog látogatni arra a mérkőzésre, és bízok a csapatomban, hogy tovább tudjuk vinni a saját játékunkat. Amióta edzőként én kezdődjön Gyöngyös Halászon, azért nézem az edzői munkádat is, azért a
a kezdeti csendes Dani után visszajött, kezd visszajönni az a régi, az a kicsit vehemensebb, ez lehet, hogy a csapatnak is kicsit motiváló lakat? Hát bízok benne, azt tudom és azt látom, hogy valahogy változtatnom kell az edzés módszerein, és próbáltam, mivel hogy nem gyerekekről van szó, akiket joystick módjára kell irányítani, hanem kész felnőtt játékosokról, ahol igazából legfőképpen a taktikai elemek dominálnak pályarészenként, de úgy látom, hogy képesek beleülni a felnőtt fiataljaink is abba a játékba, a maga a játékba képesek beleülni, és képesek kicsit alulmotiváltan játszani, és ha ez kell, akkor már akkor sajnos elő kell vennem a régi Danit, és ha kell, akkor szakszóval élve meg fogom ölni őket, hogy jól játszanak. Gratulálom még egyszer az eredményhez. Hát gondolom nehéz ilyenkor bármit is mondani. Gondolom nem erre számoltatok, amikor jöttetek. Mi volt a fejekben, amikor ide jöttetek? Egy nagyon rossz szériát futó halász, egy aránylag jó időszakot maga magát tudó Andornak tája, hogy érkeztetek ide? Hát az igazság, hogy megmondjuk őszintén, nekünk a halász az mindig is múlós, főleg itt hazai pályán. Hát egyértelmű a három ponti jöttünk, sajnos az első fél időt nem úgy kezdtük, hogy elterveztük. Kicsit a fejekben nem volt elég rend, futás nélkül akartunk mérkőzést nyerni, ami azt kell, hogy mondjam, ilyen fürge halász csapat ellen nem igen hiszem, hogy sikerült volna. Másik félidőben szünetbe próbáltunk egy picit elbeszélgetni a játékosokkal, rendezni a fejekbe a dolgokat, ami helyjel közel sikerült is. Ugye jött egy fegyelmezetlenség, jött egy kiállítás, ott egy picit úgy megtörtünk megint, hál' Istennek a halászból is állítottak ki, utolsó 20 perc az azt mondom, hogy talán ha olyan fölfogásban játszik az egész mérkőzést, akkor lett volna sanszunk, de amúgy megérdemelt, hogy nyert a halász csapat, én úgy gondolom. Kicsit térjünk vissza az első fél időre, ott igazából helyzetesen volt az Antonok tájának, és ha jól számoltam, csak így gyorsan visszatekintve a három gól mellett még legalább három olyan zicser is volt, ami akár gól is lehetett volna. Ez nagyon egyoldalúvá tette azt az első fél időt. Ez csak a futás, vagy mi nem csak a futás, ez a koncentráció is úgy gondolom, nem úgy készült fejbe. Most én nem mondom azt, hogy lenéztük a gyöngyös halász, mert ez most így nem igaz. Lehet, hogy fejekben kicsit tudat alatt azt hitték, hogy könnyebb mérkőzés lesz. Habár én az meccs előtt figyelmeztettem őket, hogy ez nem így, erre gondolják. Nem egy rossz játékos állomány, fiatalok, pörögnek. Ez sajnos, hogyha nem veszük elég komolyan, akkor nem lesz siker, ez be is bizonyosodott az első fél időben. Ahogy mondtad te is, volt még számtalan helyzete a halásznak. Kihagyták, én úgy gondoltam a szünetben is, hogy lett volna, hogyha rendeződünk fejbe főleg, hozzáállásba, akkor lett volna sanszunk egy X-re, de hát most ennyi volt ebben a mérkőzésben sajnos. Azért a második fél idő már sokkal inkább egy kiegyenlített küzdelmet hozott, és pont az előbb beszéltük a halász jegyzővel is, hogy az Andornak tájai kiállítás az inkább a halásznak nem előny volt, hanem hátrány, és akkor kezdtetek felzárkózni, amikor nálatok állítottak ki egy játékot. Igen, ez törvényszerű ilyenkor egy picit is, hogy a létszámfölényben lévő csapatot fogja meg egy picit, azért tudat alatt úgy érzem, hogy úgy gondolják, hogy most létszámfölényben vannak, kevesebbet kezdnek el futni, hát ilyenkor van olyan, hogy most őket megzavarta, nem hiszem, hogy az motivált, hogy kevesebben lettünk, hanem az, hogy egy picit tudtunk gólt rúgni, volt hát amíg 10-15 perc, ott még éreztem volna, hogy a csapatban hát tudok megfelelő játékosokat bevinni a kispadon, tehát hosszabb a kispadon, 2-3 frissítéssel akár lehetett volna X-es a meccs, de nem, megérdemelt volt. Összességében, hogy te is mondtad, helyzetek másik félben is volt a halásznak helyzete, a gólon kívül is, szóval ebben a meccsben most ez volt. Sérültek, eltítottak? Volt olyan, aki még erősítette volna a csapatot, csak nem volt? Hát ugye szünetben két játékos is cserét kért, egyik ilyen nyomorbántalmakkal, a másik tért, fájt a tért, de hát ezek az a két játékos, ami meghatározó játékos, talán az is mondom, hogy a pályán tudnak maradni, minőségben biztos jobbak lettünk volna előrefelé, de attól fél még egyszer mondom, attól nem győzem hangsúlyozni, megérdemelt a halász egy győzelem. Hát nagyon szépen köszönjük, további sok sikert kívánunk. Egy nevet hagyj kérek még. Szabó László.